Sziasztok és köszöntünk mindenkit, ez itt a Rázók legújabb, legfrissebb adása, Szocsi kibeszélő Bereznai Danival. És mellettem Újvári Mátéval. Néztük ezt a futamot, amelyet előzetesen én nagyon-nagyon nem tartottam jónak, mert hogy a helyszín az szerintem az egyik legrosszabb, de hát nyilván a 2021-es szezonban még ez a verseny is jó tudott lenni, köszönhetően egy esős időmérőnek és egy esős futamnak. Magát a versenyt Lewis Hamilton nyerte, ki ne tudná, és ezzel a 100. futamgyőzelmét aratta a Forma 1-ben, amelyhez szívből gratulálunk, és tervezünk is egyébként Danival majd egy csak és kizárólag Hamiltonról szóló adást, ezt a következő héten láthatjátok majd, de hát azért nyilván nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy egy verseny, amit most Hamilton nyert meg, Norris veszített el, bárhonnan meg lehet fogni, de megint Hamilton volt ott, jókor, a legjobb pozícióban is tudott egyet nyerni. Sokadik ilyen futamgyőzelme ez, de szerintem egy picit, hogy is fogalmazzak, kultikus győzelem lesz ez abból a szempontból, és jól leírja Hamilton pályafutását, hogy egy ilyen versenyt tud megnyerni, és pont egy másik feltörekvő honfitársa Lando Norris előtt, és direkt nem Russellt mondtam, hiszen ő is lehetett volna, de itt most Norris szájából énekelték ki a sajtot. Igen, ez nem csak jó verseny volt amúgy, hanem szerintem kérdéses, hogy a szezon egyik, ha nem a legjobb futama, ugyanis az első körtől kezdve volt izgalom, nem volt a versenynek olyan pontja, ahol ne lett volna kérdőjel is. Volt több izgalmas futam, mint például Imola, vagy még több verseny az idei szezonban, ami után megnyalhattuk mind a 10 ujjunkat, de azoknak a versenyeknek úgy érzem, hogy mindig volt egy olyan pontja, ahol egy kicsit azért ellaposult, aztán jött mondjuk egy nagy meglepetés. Itt ez szinte sosem laposult el, mindig volt egy kérdője, Hamilton és Verstappen a két leggyorsabb a pályán, sosem került előre, volt egy küldetésük nyilvánvalóan mindkettejüknek, hogy minél előrébb végezzenek. Ez alapból egy könnyű Mercedes hétvége lett volna, és most az egyszer amúgy számomra jó volt látni, hogy nem ők a szerencsések egyáltalán, mert ha csak száraz marad az időjárás, vagy kiszámíthatóbban esik, akkor mind az időmérőt, mind a futamot 100%-ot könnyen behúzzák, és Max nem tud ennyire felzárkozni, de ez nagyon zavart volna, ha így lett volna, mert ez az egész motorbüntetés onnan jön, hogy Hamilton elkövetett még Silverstone-ban egy szabálytalanságot, és nemhogy ott veszít Max pontot, hanem még itt is pontot veszít, az nekem nagyon-nagyon fájt volna, bevallom őszintén, és ez nem történt meg, hanem egy kicsit visszanézett a Red Bullra is a szerencse, mert hát alapból valljuk be, hetedik helyen végzett volna, és Hamilton meg mondjuk második, vagy akár meg is nyerhette volna a versenyt. Visszatérve Norrisra, elképesztően sokan szíttátok, és a tapasztalatlanságát emelték ki. Kommentelők tömkelege ezt emelte ki, és ez szerintem butaság. Egyrészt Norris, annak ellenére, hogy mindössze 21 éves, és ezzel amúgy a pole pozíciójával az 5. legfiatalabb pole nyertes lett, annak ellenére már több mint 10 éve versenyez, és nyilvánvalóan a szimulátoron is nagyon sokat versenyez, de ne csak a Forma 1-ben lévő tapasztalatot tekintsük ilyenkor, amikor ránézünk egy versenyzői pályafutásra, hanem az egészet is. Norris egyáltalán nem tapasztalatlan is. Ne feledjétek azt, hogy Hamilton is kint akart maradni a pályán. Ez szerintem a versenyzők számára azért volt egy nagyon trükkös döntés, mert pont a box utca előtti szakasz a száraz volt, és ők a pillanatnyi érzelmet használták, és az fölül írta azt a logikát, hogy én egyáltalán nem tudom, hogy a pálya azon része, ahol most épp nem vagyok, és kilométerekre van tőlem milyen, és ebben a szempontban hinni kell ilyenkor a csapatnak. Csak Norris azt mondta, hogy a csapat azt mondta, hogy a eső nem fog erősödni, ezért mondták, hogy esik, de nem mondták, hogy jobban esik, mint eddig, és ő meg azt mondta, hogy hülyék vagytok, hát eddig is esett, és nincs bele probléma, szóval kint maradok. Hamilton is kint maradt volna, viszont segített neki Verstappen. Ebből a szempontból ez egy érdekes dolog, ugyanis Verstappen kijött a boxba, ugye ők kockáztattak főleg, és bejött ez a kockázat, és a Mercedes nem Norris nézte, nem nyerni akart, hanem egyszerűen lekövetik Verstappen, mert amíg előtte vannak, és csak lekövetik a hollandot, addig nem lehet olyan szenárió, ha csak Hamilton nem hibázik a pályán, hogy a holland mögött végezzen, és gyakorlatilag ez volt a mentés a Mercedes részéről, ez a kis szerencse, ami nem volt a McLarennek adatot. Összességében nagyon úgy érzem, hogy a McLaren hiába vezettek Sainz előtt 30 másodperce, annyira a győzelemre összpontosítottak, hogy a második helyet olyan könnyen engedték el, és vállalták be közösen csapatként végül ezt a nagy kockázatot,
aminek aztán megitták a levét, de nagyon-nagyon érdekes, hogy az emberek mindig úgy akarnak nagyot nyerni, úgy akarnak hősöket, úgy akarnak kockáztatni, hogy ez mindig bejön. Bizony az élet ilyen, a kockázatnak néha megvan az az oldala is, amikor tévedsz, és gondoljunk be, ha eláll az eső, Norris most hősként ünnepelni, akkor ne tiporjuk már földbe, ha egyszer tévedett. Én egyáltalán nem tipornám földbe, és nem is olyan értem ezeket a sok negatív visszajelzéseket Norrisszal kapcsolatban. Eleve vegyük az ő szituációját. 3, de talán 4 kör volt hátra. A csapat kommunikál feléd valamit, és amit Dani is mondott, ő az alapján, amit a csapat mondott neki, az alapján hozta meg a döntését. Hamiltonnak mást kommunikáltak, erősebb esőt, és hogy ez tényleg így volt, arra a futam utáni úgynevezett ilyen penes ketreces interjúk a bizonyítékok, ahol beszélgetett egymással a két versenyző két interjú közben, és kérdezte Hamilton Norris, hogy te miért maradtál ki, és mondta, hogy ő az alapján hoztam meg a döntést, amit a csapat mondott, hogyha azt mondták volna nekem is, amit neked mutatott így Hamiltonnak, akkor én is bejöttem volna. Hozzátéve, hogy Hamilton is ugye egy kört kint maradt, ha visszaemlékeztek, pont azért, amit Dani, te mondtál, mert azon a szakaszon, a box utcás részen ott úgy tűnt, hogy nincs semmi gáz. Ráadásul Hamiltonnak nem volt veszíteni valója, hiszen akkora előnnyel vezetett, hogy ha ő kijön, amit ugye megtettek, akkor azzal egy esetleges győzelmet ugyan elbukik, de a második helyet fixen megszerzi. Norris esetében viszont gyakorlatilag all-in volt, mindent vagy semmit, tehát vagy győzelem, vagy semmi. És hát a semmit választotta, én ezért nem tudom elítélni, egyrészt tanult belőle, másrészt szerintem kijött az a fajta győzni akarás, ami én azt gondolom, hogy az igazi bajnokokban van meg, és amikor majd 5-7-8 év múlva, nem tudom, egy-kétszeres világbajnokért visszatekint erre a dologra, meg 10-szeres futamgyőztesként, akkor röhögni fog saját magán, de ez kellett ahhoz most, hogy később majd adott esetben jobb döntést hozzon, de így összességében egyébként az, hogy a McLaren kettős győzelmet arat Monzában, majd eljönnek Szocsiba, ahol oké, kell hozzá egy szerencse, egy szerencsés időmérő, de összességében olyan körülmények voltak Oroszországban, mint soha máskor az elmúlt évek során, és majdnem megnyernek 2 héten belül, vagy 3 héten belül 2 futamot. Tehát számomra az idén csapata eddig a McLaren kérdés nélkül. Valami egészen brutális teljesítmény az, amit leraknak, és tudom, nagyon várjuk a szabályváltozásokat, de Norris az én szemben bizonyítja azt, hogy ő már idén is megérett a futamgyőzelemre. Oké, ezt most levetjük, ezt az utolsó pár kört, de szerintem elképesztő fejlődésen ment át, és hogyha most szavazni kéne arról, ki az év versenyzője, én simán kérdés nélkül Norriszt szavaznám meg, nem tudom, de hogy állsz ezzel a kérdéssel. Igen, és az év kisebb csalódása, ha bár nem mindig volt teljesen szerencsés, Mazepin, de saját butaságai és rossz döntése is ehhez vezettek, az nem más, mint Leclerc. Sainz újoncként most már több pontnál jár, mint Leclerc, és beleesik ugyanabba a történetbe, amit azt hitték a nagy szurkolók, hogy nem fog előfordulni, hogy most ő a tapasztalt Ferrari versenyző, és jön az újonc, és győzelmi kényszer sújt le rád, csak rád próbál támaszkodni a csapat, és rosszabban teljesítesz, mint az újonc. És ezt láttuk Raikkonennél, láttuk Fettelnél, láttuk meg annyi előző példánál, hogy a Ferrari-nál ez a helyzet, és szerintem ezért most már egy ilyen hosszú tendencia után nem lehet feltétlen csak a versenyzéket utálni. Mazepin amúgy megint életveszélyes volt, belinkelek néhány képet, hogy ne legyen copyrightos, csak hogy hát védekezett Tsunoda ellen, igazából csak így behúzta az autóját az útjába, és megmondta, hogy ez így normális, és az FIA meg mondja, hogy ő így versenyez. Hát jó, én meg Szocsiban akkor így úgy írok dolgozatot az iskolába, hogy közben telefonról kigúrzem a válaszokat, az is egy megoldás. Aki még a verseny nagy embere volt, az nem más, mint Fernando Alonso, aki számomra egészen elképesztő. Kellett is kis idő, hogy visszatérjem. 40 évesen nem is nagyon számítottam tőle csodára, és abszolút nem lett volna negatív, ha Okontól egész szezonban kikap, és az elén úgymond az mutatkozott be, hogy az újabb, tapasztaltabb, frissebb generáció az bizony gyorsabb lesz, mint Alonso, de Alonso felszívta magát, megértette ezeknek a modern autóknak a működését, azért sok dolog változott 2016 vége óta, és elképesztően jó, ő az egyetlen versenyző a mezőnyben, Hamiltonon kívül, aki pályán megelőzte például Max Verstappen, de láttuk már Hungaroringen, hogy Hamilton ellen is, hogy állt a sarat, de ami a legdurvább az az, hogy ilyen változó körülmények között
mintha egy másik pályán közlekedne a spanyol úriember, és az, hogy még mindig nagyon-nagyon piszkos módon kihasználja a szabályok által engedett minden egy-egy centimétert, 7. helyen mire volt gondolsz? a rajtnál, és átvágta a kanyart, mert az FIA-val vitatkozott, hogy azt úgy nem kéne, lehet-e, mert már többször megszívta, hogy ő ellene úgy előznek, hogy pályán kívül, csak úgy, hogy a bójákat megkerülve, de még úgyis néhány útvonal gyorsabb, és mondta, hogy engem még egyszer nem néz senki hülyének. Átment egyenesen, 3. helyre visszajött, nem is akarta bevenni az első kanyarban a normális útvonal, az ideális ív, meg a gyorsabb útvonal, és hát Alonso a gyorsabbat választott, és ezzel nem csak előzött, hanem egy csomó kockázatot megsporolt, ugyanis nem kellett ott több autó körül lenni a torlódásba, pályaszélére kiúzódott, császtok, sziasztok, csatázzatok egymással boldogan, abszolút zseniális volt, és nagyon-nagyon jól csinálta a spanyol, és ezeknek a sportolóknak már nem kell a pénz, nem kell a hírnév, higgyétek el, nem ez motiválja őket ahhoz, hogy valaki 40 évesen is így menjen, több mint 40 évesen már, ahhoz imádni kell a sportot. Ezekhez az autókhoz edzésben maradni ebben a korban egyáltalán nem könnyű, és nagyon-nagyon jó látni, hogy Alonso gyakorlatilag egy más szintet képvisel még ilyen korban is. Teljesen egyetértek. Ugye amikor bejelentették Alonso visszatérését, én a Facebook oldalamra kiírtam egy csípős bejegyzést, és nagyon sokan nekem estek. Az volt a lényege, igen, az volt a lényege, hogy miért? Miért Alonsot választja az akkori Renault, ugye most már Alpine néven futó társaság, hogy miért nem egy fiatalt Guanyu-zsút például hoznak föl, vagy egy másik F2-es csábítanak el, mert hogy Alonsonak az utolsó évei, hát pontosan tudja mindenki miről szólt, beszólt a csapatnak, a McLaren Hondának, oké, tényleg borzasztó és elviselhetetlen autót kapott, de én egyszerűen nem láttam benne a potenciált, és most eltelt a fél szezon, sőt a kétharmadára járunk, megemelem a kalapom és mindenkit elnézést kérek, mert ez az ember, hát ez úgy versenyez, tényleg nem akarom azt a klasszikus közhelyet előni, mint a jó bor így megérett az utóbbi években, de elképesztő, és van egy statisztika arról, hogy kik hány előzést mutattak be a szezon során. Itt Sebastian Vettellel Alonso kiemelkedik a mezőnyből, egyébként Stroll is ott van öreg. Még. A két öreg viszi a pálmát és a prímet, Stroll van még ott harmadiknak. Meg Perez, aki nem tud kvalifikálni. Így van, tehát nyilván csalókkal kép, hiszen Hamilton, Verstappen az esetek többségében nem nagyon szorul előzésekre, max. 1-2-re, bár ugye ez a verseny pont Verstappen szempontjából kivétel volt, de ha megnézzük azt, hogy levesszük a bajnok aspiránsokat, egyértelműen ez a két ember kiemelkedik. Úgyhogy le a kalappal, Alonso rajtja ráadásul élményszámba mennek. Akinek van ideje és szokta esetleg nézni az onboardokat, a futamokat követően, hát a rajt és mondjuk az első három kör között eltelt időszakban full egyértelmű és teljesen evidens, hogy Alonso nyeri a legtöbb pozíciót. Minden egyes versenyen. Elképesztő a csávó, úgyhogy le a kalappal. És le a kalappal Szocsi előtt is, ahol ugye utolsó előtti alkalommal rendeztek futamot. Jövőre ez már az utolsó itt, aztán pedig Szentpétervárra költözik az orosz nagydíj, de hát szerintem nem lehetünk különösebben elégedetlenek. És talán, bár említetted már Verstappent, azért még azért beszélünk róla szerintem egy picit, mert ugye sokáig lebegett a levegőben, lógott a levegőben, inkább így mondom, hogy meghúzzák-e motorcserét, vagy nem. Ugye adva volt a három rajtás büntetése, végül motort cseréltek, és azért ő maga is elismerte, hogy ha a futam, pontosabban a hétvége előtt valaki azt mondja nekik, hogy figyelj, van egy három rajtás motor cserélnek, és ezért a rajtrács végéről kezdheted majd meg a futamot, de második leszel Hamilton mögött, azonnal aláírták volna. Tehát én azt gondolom, hogy bár összetettben ugye most 2 ponttal Hamilton vezet Verstappennel szemben, lépésenőnybe került a Red Bull és maga Verstappen, mert ezt a motor cserét majd Hamiltonnak is meg kell tennie, meg kell csinálnia, jön majd Törökország, ugye megyünk még USA, Brazília, Mexikó, nagyjából szerintem kiegyenlített a hátralévő időszak, de van közte egy lutri, ugye egy új pálya Szaúd-Arábia, tehát én azt gondolom, hogy minimálisan, de Verstappen lépés előnyben van. Okay. Nem tudok mit mondani, Russell, aki még elképesztően teljesít, az elmúlt 3 időmérőből 2 Hamilton előtt végzett, és még nem 2022-ben vagyunk, hanem még a Williams-el versenyez, de hát nyilvánvalóan az időjárási körülmények játszottak a kezére, és az elmúlt 5 futamból 4-en pontot szerzett. Nagyon durva amúgy, hogy az élet tényleg így működik, hogy van egy ilyen gát, amit nagyon nehéz átlépni, de egyszer sikerül, és elhiszed, hogy sikerülhet, és egy ilyen pszichológiai zárat, lakatot kinyit,
akkor újra és újra elérheted ugyanazt, és ezt amúgy nagyon jó látni, hogy a Williamsnek is ennyi év szenvedés után azért van sikerélménye, és nyilvánvalóan nagyon sok múlik a gumikon, a megfelelő hőmérsékleti tartományon, ezer körülmények között, meg természetesen a kockázatvállalás is más, akár egy Russell, egy Norris esetében, mint olyan versenyzők esetében, akik a bajnokságért küzdenek, de ez azért, hogy mindig ő van ott, vagy mindig ők vannak ott, ez nagyon sok dolgot megmutat, és amúgy még ami nagyon vicces, na, a négy Twitch király, igen, Albon, Norris, Russell, Verstappen, Leclerc volt az. Szóval mind a négyen elbukták az első futamgyőzelmüket. Leclerc, Bahrain, ledurran a motor. Igen. Albon, kilöki Hamilton, Ausztriában, Russell, Bahrain. Ugye Bahrain, és Norris itt. Tényleg, tényleg. Ez érdekes. Ez jó pofa, ez jó pofa. Szóval egyébként ez a Russell-es, Russell-es start. És heartbreaking passion, nem csak úgy. Igen. Ezt amúgy a VTF egyik prezentere írta ki Twitterre, és ez egy jó tweet szerintem. Ez aranyos. A Russell-es stat amúgy tényleg jó, és főleg úgy jó, hogy az elmúlt 5 futamban 4-szer pontot szerzett, hogy előtte 48 Williams-es futamon 0. 0 a Russell esetében, mert ugye Mercedes-es volt ez a pontszerzés a részéről. Szóval így főleg nagyon durva, hogy beindult a dolog, és adásunk végén azért ne felejtsük el megemlíteni a Williamsnél Jánvári Zsolt honfitársunkat. Rendszer és a McLarennél Bereznai Dani honfitársunkat, aki olyan beállításokat ad hétvégére, ez nem lehet véletlen, hogy így. Mit mondtál Norrisnak, hogy ne cseréljen gumikat? A stratégia még nem én vagyok, de itt de, a mégen van a hangsúly. Ha amúgy McLaren, Ladocsi Péter, aki szintén mérnökként segít, szóval két honfitársunk ott van ennél a csapatnál, vagyis egyik a Williamsnél, másik a McLarennél, szurkoljatok nekik is. Az F3 pedig ugye véget ért, csak egy utolsó gondolat a végére. Itt ugye ifjabb Tóth László szemében volt magyar versenyző. Sajnos nem szerzett pontokat, bemutatkozó idénye volt, de reméljük, hogy jövőre is viszont láthatjuk majd. Ellenben a folytatás ígéretes lesz, ugye Dennis Hauger tükör simán megnyert az F3-at, Red Bull junior pilóta. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy néhány éven belül odaér-e a Forma 1-be. Ha ti meg kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen Hamiltonos adással készülünk majd, akkor azt jövő héten nézhetitek meg itt az Univet Magyarország YouTube csatornáján. A kommentekben pedig írjátok meg, én elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek Norris buta volt, vakmerő, bátor, túlvállalta, bajnok, mit gondoltok róla, Hamilton 100. futamgyőzelméről mi a véleményetek, és hogy Verstappennek ennél lehetette volna jobb futama Szocsiban. Egyéb kérdés? Nincs egyéb kérdés, akkor vigyázzatok magatokra, találkozunk jövő héten, szevasztok! Egyetek sok zöldséget! Úgy zsibbadt a parpufám itt, a lészétben ülve, oldalirányba, nem így tervezték.